egy szép jó estét. Igazából most azért állok egy mosógépnek a tetején, mert szeretem kérete foglalni a dolgokat, és így kezdtük el a kampányt, akkor így is fejezzük be, másrészt pedig rendkívül fontosnak tartom az öniróniát és a humort, amely végig kíséri az életemet, de fordítsuk komolyra a szót. Vigyázz! Polgármesterek és kampányfőnök jönnek ide mögé. Az a kérésem. Kívánok mindenkinek, nagy tisztelettel köszöntöm Egerés térsége apraját és nagyját itt az Egri Polgárok Házában és a televízió képernyői előtt is. A tegnapi napon a kollégáim takarosan elvertek a Csocsó nevű játékban. Mondtam is nekik, hogy nem lehet mindig győzni, akkor kell, amikor igazán fontos. Mostanra kimondhatjuk, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP pártszövetség megnyerte a 2018-as országgyűlési választásokat. Köszönjük a bizalmat! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden polgárnak, aki élt demokratikus lehetőségével, és részt vett az országgyűlési választásokon, tekintet nélkül arra, hogy a voksát kire adta-e. Köszöntöm, hogy elmentek szavazni, mert a mai nap sorsdöntő volt a magyarok, a magyar nemzet és talán egész Európa számára. Külön köszönöm azoknak, akik a Fidesz-KDNP-t és személyemet támogatták a választásokon. Örülök, hogy az egri és környékbeli polgárok megértették, hogy a tét az óriási, és ez a választás hosszú évtizedekre, talán örökre eldönti a magyarok jövőjét. Eger újra példát mutatott, megvédtük Eger várát, külön köszönet érte az egri nőknek, egri hölgyeknek. Ebben a választókerületben, amely 27 települést foglal magába, a polgárok többsége úgy döntött, hogy nem kér a bevándorlókból, és meg akarja őrizni Magyarországot magyar országnak. Örülök, hogy a döntésnél figyelembe vették a kerület településeinek fejlődését, amely az elmúlt években szépen elindult, és jövőre nézve is komoly terveink vannak. Örülünk annak, hogy az M25-ös úttal végre összekötjük Egert az autópályával, hogy végre lesz Füzesabonynak egy méltó városközpontja, ipari területek fejlesztése, új munkahelyek teremtése Andornak táján Felsőtárkányban, a turizmus fejlesztése Egerszalókon és Tiszanánál. Biztonság és fejlődés. Ez a két legfontosabb egy település jövőképénél. A választást tehát megnyertük, országosan és helyben is. Megnyertük, méghozzá helyben izomból nyertük meg, és a visszalépések és az országosan is kiemelkedő részvétel ellenére is. A Jobbikkal összefogott kommunista ármány sem tudott bennünket legyőzni. Azért is volt ez az eredmény fontos, mert ez a mandátum kettőt jelent Orbán Viktor kormány többségének, hiszen az egyéni mandátum behúzása után jöhet az országos listáról a következő képviselő. Kedves barátaim! Nagyon sokaknak tartozom köszönettel és hálával azért, hogy most itt állhatok. Először is köszönöm a családomnak, szeretteimnek, hogy mindvégig támogattak, segítettek, nem csak ebben a kampányban, hanem hosszú évek, sőt, hát azt kell mondjam, évtizedek óta, mióta közélettel foglalkozom. Szeretnék köszönetet mondani a polgármestereknek, akikkel az elmúlt években egy jó szakmai
és emberi kapcsolatot tudtunk kialakítani, egymás szövetségesei lettünk. Engedjék meg, hogy név szerint köszönjem meg nekik, szerencsére egy hosszú lista következik. Köszönöm Andornak tájáról Vámosi Lászlónak, Ártányból Györfi Mihálynak, Besenyőterekről Bozsik Csabának, Keményből Fodor Gézának, Gormányból Vajna Kálmának, Egerből Habis Lászlónak, Egerbakjáról Varga Tibornak, Egerfarmosról Petrik Lászlónak, Egerszalókról Varga Istvánnak, Egerszólásról Venedig Györgynek, Egerkendről Sári Lászlónak, Kisabonyból Nagy Csabának, Felsőtárnyáról Juhász Attila Simonnak, Körülőről Túró Tamásnak, Makláról Hanuszik Csabának, Veszőszemeléről Bukta Máriának, Veszőtárkányból Tótné Szabó Anitának, Nagy Tájáról Orosz Józsefnek, mondtam, hogy hosszú lesz, Noszfajról Bóta Gézának, Novajról Darvainé Kádár Katalinnak, Kostorosról Bőjt Lászlónak, Kostorosról Bornemisza Jánosnak, Szabudról Kincsik Istvánnak, Szarvaskőről Szabóné Balla Mariannának, Szihalomról Bóta Józsefnek, Tiszanánáról Tóth Józsefnek, Újőrinc falváról Zsebe Zsoltnak. Építsük együtt településeink jövőjét. Köszönöm azokat, azoknak, akik imádkoztak értünk, mert tudom, hogy sokan voltak, vannak ilyenek. Köszönöm azoknak, akik személyes hitvallásukkal álltak ki mellette. Fábián Béla Fertálymesternek, Szabó Attila Kossuth-díjas művésznek, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, Vácik József igazgatónak. Köszönöm az EGRI Lokál Patrióta Egylet támogatását. Köszönöm az önkormányzati képviselőinknek, önkénteseknek, hogy gyűjtötték az aláírásokat, kopogtattak ajtóról ajtóra, telefonáltak, beszélgettek, mozgósítottak, és lehetővé tették ezzel a győzelmet, hogy ma itt állhatunk. Egy mintaértékű, profi, hiba nélküli kampányt vittünk. Köszönet értem a választókerületi stábomnak, Bíró Editnek, Lombecki Gábornak, Kovács Csé Tamásnak, Szepesi Ádámnak. Szép munka volt. Köszönöm a budapesti kollégáimnak, hogy kiálltak mellettem ezen a héten itt a választókerületben is. Köszönöm és gratulálok a kampányfőnöknek, Oroján Sándornak. A kampányfőnöknek sosem célja, hogy stábon belül nagy népszerűségre tegyen szert, Sándor ezt kiválóan hozta, a munkát pedig elvégeztem. Arra kérem, hogy így a győzelem után béküljön ki mindenkivel, és vele is békéljen meg mindenki. Komoly referencia munka volt, új kampányeszközöket próbáltunk ki, az online elemzésektől az új társadalmi technikákig. Tisztelt egybegyűltek! Gratulálok a politikai ellenfeleimnek az általuk elért eredményhez, jó versengés volt. A két fartú kutyák humorához külön gratulálok. Tisztelt egriek és környékbeli polgárok, ma fontos győzelmet arattunk, a polgárok arról döntöttek, hogy biztonságban akarnak élni, és azt szeretnék, hogy a települései a továbbiakban is fejlődjek. Még egyszer köszönöm a választópolgárok bizalmát, megtisztelő, hogy immár az 5. ciklusomat kezdhetem el a Magyar Országgyűlésben. Nagy diadal volt, hajrá magyarok!
kampányban. Most már kicsit szerintem lehet tényleg ünnepelni is, van a konkrét meg lazítani, úgyhogy induljon a buli. Harrá magyarok! Harrá Magyarország!